A nap energiája nélkülözhetetlen az emberiség létezéséhez. Szükséges a növények növekedéséhez és az oxigén termeléséhez is. Ennek a megújuló energiatípusnak az előnye, hogy az egyik legnagyobb mennyiségben áll rendelkezésre. Egy óra alatt az egész Föld felszínére jutó napsugárzás energiája körülbelül megegyezik az emberiség éves energiaigényével. A napenergia segítségével hőt és villamos energiát is elő tudunk állítani, előbbit napkollektorokkal, utóbbit napelemekkel tesszük. A legtöbb okosházon elhelyezett napelemek is ilyen módon termelnek villamos energiát. Bár Albert Einstein nevét leginkább a relativitás elmélettel összefüggésben emlegetjük, fontos megjegyezni, hogy Nobel-díját a napelemek alapelvét jelentő fotoelektromos jelenség magyarázatáért kapta. A napelemek két különböző anyagból alkotnak egy réteget, amelynek egyik felén több töltéshordozó van, mint a másik felén. Képzeljük el, hogy a napsugárzás rengeteg láthatatlan pici kis részecskéből áll. Ezeket a pici részecskéket nevezzük fotonoknak, amelyek az elektromágneses jelenségekért felelős elemi részecskék. A fotonok folyamatosan bombázzák a napelem felületét. A nagy sebességű részecskék annyi energiát adnak át a rétegeknek, hogy a hely nélküli elektronok mozgásba lendülnek, és ha a két réteget összekötjük egy vezetékkel, akkor egyből megtalálják a helyüket a másik oldalon. A vezetéken való áthaladáskor beszélhetünk villamos energiatermelésről. A napelemcella különleges anyagának belső rétegeiben bonyolult belső folyamatok zajlanak le, amelyek eredményeképpen a beérkező fénysugár energiája villamos energiává alakul át. Ahhoz, hogy a hétköznapokban használt elektromos árammal működő eszközeink fel tudják használni ezt az energiát, egy újabb szerkezet, az inverter segítségével még át kell alakítani azt. Így már bátran tölthetjük okos eszközeinket. Napelemet szinte bárhova el lehet helyezni, ahol a napsütéses órák száma magas, elegendő hely és megfelelő hálózati csatlakozás van hozzá. Például a napos iskolaudvaron található okos bútorra, de akár saját családi házunkra, vagy szimplán a talajra is. Amennyiben rengeteg napelemet helyezünk el egymás mellé, akkor beszélhetünk napelemparkról, erőműről. Az ipari méretű naperőművek egyenként több ezer négyzetméter területen helyezkednek el, élettartamuk körülbelül 25 év. Az MVM csoportnak is számos naperőműve van, amellyel nagymértékben hozzájárul a hazai környezetbarát és fenntartható villamos energiatermeléshez.